kutya-macska ellentét. Én szerintem a kutya-macska ellentét azért ez sok esetben az ember által generált, az ember által hangsúlyozott dolog. Ugye tessék arra gondolni, hogy milyen sokszor van az, hogy különösen nyáridőben magazinok olyan fajta összehasonlításokat hoznak le, hogy kutya versus macska, mi a jó az egyikben, mi a jó a másikban. Soha nem úgy közelítjük meg, hogy mi a közös jó mondjuk egy kutyába és egy macskába, hanem mik az ellentétek a kettő között. Ugyanezt az ellentétet szokták hangsúlyozni kutyatartók és macskatartók között is. Ha azonban azt nézzük, hogy azért valóban a kutyák és a macskák nagyon sokszor nem kedvelik igazából egymást, tessék arra gondolni, hogy ez mind a kettő ragadozó állat, tulajdonképpen egymásnak vetélytársai, és egymásra nézve, és főképpen egymás utódaira nézve esetlegesen veszélyesek is lehetnek. Tehát a ragadozók a természetben, ha mondjuk ez egy természetes környezet lenne, nagyon ritkán jönnek jól ki egymással, vetélkednek egymással, sőt, esetenként meg is fogják, meg is eszik egymás kicsinyeit. Tehát igazából én azt mondanám, hogy a macska és a kutya ehhez képest nagyon jól el van egymással az ember környezetében. Tehát nagyon ritkán találkozunk, hál' Istennek olyasmivel, hogy egy kutya mondjuk komolyan bántana egy macskát, de vigyázni kell, mert lehetnek olyan kutyák, amik hát, komoly macskavadászokká válnak.